A kívülbelül teljesen megújult egészségházat a külső udvari és parkolási lehetőségek kialakítása után vehetik majd birtokba az egészségügyi szakemberek és a körzetekhez tartozó lakosok. Az új és korszerű épületkomplexum 145 millió forintból jött létre, amelynek köszönhetően az egészséges és fertőző betegek különváróban tartózkodhatnak majd a gyermekorvosi és védőnői szolgálat, valamint a felnőttházi orvosi ellátásban résztvevők. Én örömmel látom, hogy nagy fejlődés van, és hogy szépen alakul az új rendelő, meg az új egészségház. Nagyon nagy szükség van rá egyébként, mert az itteni lehetőségek bár körülményekhez képest jók, de azért szűkösek. Az egészséges és felnőtt várót, betegvárót ugye nem tudjuk elkülöníteni, tehát vannak összemosódások, nem tudjuk teljesen elkülöníteni az egészséges és beteg gyermeket. Ott adottak lesznek a viszonyok, külön egészséges váró, ahová csak az egészséges, tanácsadásra váró gyerekek jöhetnek, és külön lesz betegváró egy tágas modern betegrendelővel. Eszközökben is kapunk komoly támogatást az önkormányzattól, pályázati keretek között részben új felszerelést kapunk, ami részben már beszerzésre is került. Ugyanakkor van egy nagyon fontos szempont, eddig ez nem volt biztosított, lesz egy külön fertőzőbeteg bejárat, egy fertőzőbetegváró és egy fertőzőbeteg ellátó rész. Itt nekünk mindig nagyon kellett vigyázni arra, hogyha fertőzőbeteg bejelentkezett, hogyan különítsük el, ki kell küldeni a beteget, tehát ez komoly nehézségekbe ütközött, és ez az új rendelőbe szintén adott lesz. Külön lesz a felnőtt rendelő, felnőtt váró, felnőtt szolgálati helyiségek, külön lesz a egészséges tanácsadó, védőnői tanácsadó rész, és külön lesz nekünk egy gyermek. De rendelő, váró és betegellátó egység. Nagy örömömre szolgál, hogy az egészségügyi ház átadása megtörtént, a műszaki átadása. Ez a beruházás 145 millióba került, az elnyert pályázat ebből 60 millió, az önerő pedig 76 millió volt, ez volt a legmegterhelőbb az önkormányzat számára, hiszen 76 millió önerővel kellett hozzájárulnunk, hogy egy korszerű orvosi rendelőt kapjunk, de azt gondolom, hogy a műszaki átadás után lehetett látni, hogy milyen jó minőségi munkát végeznek, milyen korszerű lesz, és az egyik orvosi, felnőtt orvosi rendelő kap itt helyett, a gyerekorvos, a védőnök, illetve a fogászat is az egészségházba kap helyet, a kettes körzet pedig a Széchenyi utcai rendelőbe fog rendelni. Nem csak a beruházási munkák lettek kész, hanem pályázat útján orvosi eszközöket is nyertünk több millió forint értékbe. A berendezés elkezdődött, reméljük, hogy ezekkel a korszerű eszközökkel minél igényesebb szolgáltatást tudunk nyújtani a lakosság felé. Távolabbi jövőben szeretnénk a parkolóhelyek bővítését kivitelezni. Jelenleg a parkoló, illetve az udvar kialakítása történik. Nagyon örülök neki, hogy az új rendelő építése és átadásra kerül. Reményeink szerint jövő év elejétől már az új rendelőben egy tágas, optimális keretek között egy modern felszerelt rendelőben fogadhatjuk kis pácienseinket.